Carson egy végsőkig elszánt adrenalin függő ember volt. Számára a kötélugrás, a vadvízi evezés vagy a hegymászás sem voltak eléggé extrém sportok. De az adrenalin csökkenésével csak az extrém üresség maradt meg benne. Minden évben a világ minden pontjáról érkeznek kalandvágyó emberek a nyugat-virginiai New River Gorge-ba, hogy kicsit megugrasszák adrenalin szintjüket és ritkán távoznak csalódottan. Legyen az hullámlovaglás, vagy vadvízi evezés, vagy ejtőernyősugrás a nyugati híd legmagasabb pilléréről, ez a hely nagy vonzerőt gyakorol a szabadtéri extrém sportok kedvelőire. Az az életvitel, ami a legtöbb embernek csak hétvégi kikapcsolódást jelent, Glenn Carson számára életstílussá vált. Az extrém sportoknál nehéz megmondani, vajon elég extrémek-e. Ha nem, az ember már is keresi a következőt. Glenn Carson a kalandokra építette fel életét. Azért fizették, amit a legjobban szeretett, élvezhette a nagy szabadságot. Teljes gőzzel csináltam a dolgokat, volt egy vadvízi evezéssel foglalkozó cégem. Mindenfelé utaztam az országban, tanfolyamokat tartottam, a legjobbak között voltam. Glennt azonban nem csak a természet látványai érdekelték. A nagy kockázatokat kedveltem, magas hegyeket másztam meg. Ha az ember ezekben a sportokban tényleg jó, akkor nagy tisztelet övezi. Ami persze az egójának nagyon hizeleg és úgy érzi, hú, ez már valami. Egy adrenalin függő mindig csak extrém dolgokra vágyik, és ez az a pont, ahol kiderül, hogy ez nem csak egy életstílus, hanem már függőség. Minden extrém dolgot egy másiknak kell követnie, aztán megint egy újabb, és ez soha nem ér véget. Olyan életstílus ez, ahol az ember soha nem éri el a csúcsot. Ez egy elképesztő rohanás. Egyik extrém sport a másik után, aztán a másik nő, a másik buli, semmi sem elég. Egyre inkább kiderült, hogy ez a nagyszerűnek tűnő életstílus nem is volt élet igazán. Amikor az adrenalin szint lecsökkent, csak a depresszió maradt. A nap egyetlen percében sem tudtam lenyugodni, mert ha lehiggadtam, és egy napig semmi extrém nem történt, akkor semmi értelmét nem éreztem az életemnek. Nem tudtam, mi az élet értelme. Mindig nagy dolgokat akartam, és meg akartam felelni a külső elvárásoknak. Tisztán emlékszem arra az elkeseredett kérdésemre, hogy meddig mehet el az ember az extrém sportokkal. Minden nap ezeket csináltam, mégsem elégedtem meg. Közben pedig egy borzasztóan szégyenletes múltat takargattam. Glenn teljesen felőrölte a munkája, és a házassága is romokban állt. Ahogy a dolgok egyre rosszabbra fordultak a munkájában is otthon, Glenn elkezdte keresni a kiutat. Végül egy sajátos módon Istenhez kiáltottam. Ha valóban létezik, ha igaz, amit vasárnaponként mondanak, ismertesse meg magát velem. A válasz közelebb volt, mint Glenn gondolta volna. Volt egy szomszédom, aki elmondta, mi az ő belső békéjének az oka. Betöltötte a Szent Szellem. Aztán nyíltan megmondta nekem, velem az a baj, hogy mindent magam akarok megcsinálni, és azt javasolta, olvassam el a János evangéliumát 3-szor. Glenn eleinte szkeptikus volt. Először csak átolvastam, aztán újra neki láttam, és az Úr megérintett engem. Úgy éreztem, mindjárt elsírom magam, mert megkaptam a választ. Azt állította, teljes életem lehet, és ez volt az, amire egész életemben vágytam. Akkor értettem meg igazán, hogy Krisztus engedelmeskedett az Atya akaratának egészen a haláláig, és ez nagyon mellbevágott engem. Felismertem, hogy igazán extrém életet élt. Meg akartam szabadulni a régi bűneimtől, és átadtam neki az életem. Ez az önátadás mindent megváltoztatott. Glenn eladta az üzletét, megváltoztatta az életstílusát és az értékrendjét is. A hatás teljesen egyértelmű Glenn jelenlegi életében. Nyugodtan tudok élni, nem vagyok már megszállottja annak, hogy mindig a legtöbb, a leggyorsabb legyen az enyém, békesség és öröm van bennem. Megszabadultam az üzöttségtől, és semmi sem olyan nehéz, mint ahogy azt korábban éreztem. Miért érezte Glenn, hogy minden olyan nehéz? Szeretett volna tartalmas életet élni. Szerette volna, hogy az életének legyen értelme. Az életben mindig mindenért megpróbálunk keményen dolgozni. Még baráti körben is keményen hajtunk, hogy megfeleljünk, mert így akarjuk a bennünk lévő ürességet betölteni. Jézus viszont azt mondta, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen. És nem is akármilyen életünk legyen, hanem bővölködő életünk. Bővölködő.
És hogy mit jelent a bővölködő élet? Azt, hogy Jézus sokkal többet akar adni nekünk, mint amit mi szeretnénk, vagy amit el tudunk képzelni. Ő nem csak azért kér minket, hogy válasszuk őt, és éljünk vele, mert ez így helyes, hanem azért is, mert meg akar áldani minket. Meg akarja változtatni a szívünket és az életünket, és meg akarja bocsájtani a bűneinket is. Glad azt mondta, hogy bűnös életet élt, és szívében tudta, hogy rossz, amit csinál. A dolgaink felét azért tesszük, hogy ne kelljen szembenéznünk azzal, hogy mik lennénk ezek nélkül, de Jézus azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat. Minden ember a bűn fogságában él pontosan addig, amíg Jézus Krisztus szabaddá nem teszi. Az embereket fogva tartják a rossz döntéseik, a rossz kapcsolataik, a rossz dolgokban való részvételeik, de mindezekből meg lehet szabadulni, akár a mai naptól is, és bővölködő életet lehet nyerni. És hogy mibe kerül ez nekünk? El kell ismernünk, hogy bűnösök vagyunk, és hogy megváltóra van szükségünk. Jézus nem csak pusztán egy olyan ember, akiről 2000 évvel ezelőtt könyvet írtak, hanem ő az a személy, aki meghalt értünk, és kereszthalálával kifizette a bűneink árát. De azzal, hogy kilehelte a lelkét, nem ért véget a története, mert feltámadt a halálból, és ma is él. És azt kéri ma tőlünk, hogy térjünk haza ő hozzá. És én is azt mondom, hogy térjünk haza az Atyához. Isten személyesen hív magához minden embert. Arra kérem önöket, hogy ismerjék el Isten előtt, hogy bűnöket követtek el, és önöknek is szükségük van egy megváltóra. És Jézus nem csak megváltó, hanem Úr is. Kérem, engedjék be Jézust a szívükbe. Miért ne tehetnék meg önök is azt, amit Glenn megtett? Szerezzenek egy Bibliát, és olvassák el a János evangéliumát 3-szor. Isten biztosan fog szólni önökhöz. Ő megválaszolja a kérdéseinket, hiszen ő maga a válasz. Kérem, most imádkozzunk. Jézus, én elhatároztam, hogy hazatérek hozzád, és igent mondok a te hívásodra. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és szabadíts meg a bűneim büntetésétől is. Másképp szeretnék élni ezután. Kérlek, vezess engem a Szent Szellem által, és mutasd meg a te útjaidat nekem. Köszönöm neked az örök élet ajándékát. Uram, elfogadlak ma téged. Kérlek, változtasd meg az életemet, ahogy Glenn életét is megváltoztattad. Kérlek, Uram, a Jézus nevében. Amen. Hölgyeim és uraim, búcsúzunk most önöktől a 145. Zsoltár 18-as versével. Közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt.